Még mindig nem történt meg az igazságtétel a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán. Morvai Krisztina és Gaudi Nagy Tamás sajtótájékoztatón beszélt a következmények nélküli jogsértésekről. Felhívták a figyelmet arra is, hogy 2 nap múlva, október 23-án az 5 évvel ezelőtti rendőrterror alatt elkövetett jogsértések elévülnek. A 2 jogvédő, Gaudi Nagy Tamás és Morvai Krisztina közös sajtótájékoztatóján a 2006-os rendőrterror több áldozata is beszámolt az ellenük elkövetett jogsértésekről. Gaudi Nagy Tamás kiemelte, a 2006. október 23-ai törvénysértések 5 év alatt elévülnek, ezért már csak most vasárnapig van ideje a nyomozóhatóságnak meggyanúsítani az akkori rendőri és politikai vezetőket. Egyrészt Morvai Krisztinával mi szeptember 15-én tettünk egy feljelentést legfőbb ügyész úrhoz, követelve a elévülés előtt álló 2006. szeptemberi bűncselekmények miatti, rendőri bűncselekmények miatti azonnali nyomozati lépéseket, annak érdekében gyanúsítsák meg a volt országos és helyi rendőrvezetőket. Erre tudomásunk szerint mai napig nem került sor. Tehát a mi feljelentésünkre csupán annyi választ kaptunk, mondjuk éppen az egyik ilyen válaszadó Konkoly Csaba, a Budapesti Nyomozóügyészség akkori helyettese, aki a legtöbb ügyet hát sikálta el, és a legtöbb ügyben húzta ki a rendőrvezetőket és a rendőröket a felelősség alól, hogy egyesítették a mi ügyünket korábbi fejlentések alapján, amiket Göbül György tette, meg ide tették, oda tették, pingpongoznak vele, de nem kaptunk hírt arról, hogy meggyanúsították volna Bene László országos volt rendőrfőkapitányt, nem kaptunk hírt arról, hogy meggyanúsították volna akkor helyettesét Szabadfi Árpádot, és nem kaptunk tájékoztatást arra, hogy a Rebisz akkori vezetőit és alecsé parancsnokait meggyanúsították volna. Ez is épp úgy felháborító és épp úgy botrányos, mint a korábban említettek. A sajtótájékoztatón Lévai Attila, a rendőri erőszak 5 évvel ezelőtti áldozata felidézte az őt ért atrocitásokat. A vele történtek külön érdekessége, hogy az egyik ablakból felvették az idős emberrel szemben intézkedő rendőrök brutalitását. Látható az is, hogy az akkor 66 éves férfi fejét teljes erővel neki csapták egy rendőrségi vízágyú oldalán. Október 23-án 2006-ban egy ereklyezászlóval, egy 2,5 méteres ereklyezászlóval mentem a Károly körúton az Astoria felől a Deák tér felé, és ott megnyílt a sorfal, ott volt egy tiszt, aki azt mondta, hogy engedjétek be, beengedtek, utána rám rohantak, ezt több filmen is lehet látni, úgyhogy ezt nem kell ecsetelnem. Utána még engem pereltek avval, hogy hozzájuk vagy feléjük dobtam egy boros vagy soros szörös üveget, és a 2 rendőr, aki ellenem tanúskodott, ezt szembesítéskör is állította. Morvai Krisztina európai parlamenti képviselő a szabadságjogok fontosságáról beszélt és felhívást tett közzé. Nagyon fontos, hogy mi magyarok ugyanúgy, mint 56-ban, most is a demokrácia és az emberi jogok védelmében lépjünk föl. Ezért kérem, hogy minél több magyar ember, és kérem a sajtót, hogy tegye közzé ezt a felhívásomat, amit OS közleményben és a mai nap folyamán ki fogok adni. Arra hívom fel a magyar embereket, hogy párthovatartozásra tekintet nélkül írják meg kritikájukat az Európai Unió számára, azon Európai Unió számára, amelyik a pluralizmus, a demokrácia és az emberi jogok talaján jött létre, mint egy integráció, elvileg legalábbis, és amely Európai Unió mind a mai napig 5 év elteltével sem mondott ki egyetlen kritikai mondatot sem azzal szemben, amit 2006-ban a gyülekezési joggal, az emberi jogokkal és a demokráciával szemben történt. Azt tehát a kérésem, hogy Jerzy Buzek úrnak, az Európai Parlament elnökének, illetőleg Barroso úrnak, az Európai Bizottság elnökének szépen kulturált hangnemben, lehetőleg valamelyik világnyelven, vagy pedig magyar nyelven írják meg a magyarok, hogy mi a véleményük arról, hogy az Európai Unió egy ilyen ügyben hallgatott, és 5 év után is hallgat, és a legjobb levelek megíróit, 30 embert szeretném meghívni Brüsszelbe, az Európai Parlament Szabadságjogi Bizottságának az ülésére, ahol együtt is átbeszélnénk azt, hogy miért is olyan fontosak a szabadságjogok, a demokrácia, és miért olyan fontos a szabadság. Ne felejtsük el, hogy 1956. október 23-án is ezért harcoltak, és most az 55. évfordulón is a szabadság ünnepét üljük. Gaudi Nagy Tamás arról is beszélt, hogy a korábban elfogadott semmiségi törvényen felül közkegyelemre is szükség volna.
A jobbikos politikus szerint a közkegyelemre megfelelő időpont lenne az új alaptörvény életbelépésének időpontja, 2012. január 1-e.